Kívül belül megújult a mosoda, amely 57 évvel ezelőtt épült, több helység már életveszélyes volt. 1957 óta működik az intézményünk, és a mögöttünk látható épület akkor készült szintén, és akkortól kezdve a lakóknak a ruháit itt mosták. Nagyon kezdetlegesen úgy kellett szénnel tüzelni, hogy legyen melegvíz, nagyon kevés mosógép volt, hát a régi időben azért tudjuk, hogy nem modern gépek voltak, nagyon nehezen ment, és többször próbáltuk felújítani az évtizedek során. Érdemes volt többször próbálkozni, mert tavaly év végén sikerült forrást találni a mosoda felújítására. A Győri Moson Sofronyi kirendeltsége tavaly évben felmérte az általa fenntartott intézményeket. Prioritásokat állítottuk föl, mi azok a legnagyobb segítő gondok, ami megoldásra várnának az elmúlt éve, a következő évek folyamán, és ennek az intézmények a mosodája egy elsőséget élvezett. Évvégén volt lehetőség erre a pénzmaradvány felhasználása, és ezért döntöttünk úgy, mert a leghasznosabban így tudtuk felhasználni ezt az összeget. 4 hónap alatt végezték el a munkát, az épület új tetőt kapott, kicserélték a burkolatot, és újra kábelezték a villanyhálózatot. 350-en élnek az intézményben, ennyi emberre a mosás szinte lehetetlen modern gépek nélkül. Nagy teljesítményű mosógépeink vannak. A 35 millió forintból az épület felújítása mellett jutott a régi gépek korszerűsítésére és újabbak beszerzésére is. A tervek szerint nem csak ruhát, de ágyneműt is fognak mosni, amivel jelentős összeget spórolhat meg a szociális központ.